A makói óvodaévéről számolt be Bányai Anita intézményvezető a szeptemberi rendes testületülésen a grémiumnak. Szó esett arról, hogy az elmúlt nevelési évben húscsoporttal működtek, ahol a személyi feltételek megfelelőek voltak. Továbbá, hogy ismét elnyerték 3 évre a bázis intézményi címet. Azt jelenti, hogy jó gyakorlatokat készítünk, és ezeket a jó gyakorlatokat más intézményben dolgozó pedagógusokkal is megosztottunk. Az elmúlt nevelési évben több intézménnyel is kapcsolatot tartottunk. Fontosnak tartjuk a partneri kapcsolataink erősítését, ugye első körben a fenntartóval, szülőkkel, múzeummal, könyvtárral, hagymaházzal, szakszolgálattal, családsegítőkkel, gyermekvédelmi felelősökkel tartjuk a kapcsolatainkat. A beszámoló során fókuszba kerültek a kiemelt célok is. Ilyen a bázis intézményeknek a feladatainak a folytatása, a családokkal való együttműködés, a szakmai tudás bővítése, pályázatokba való bekapcsolódás. Emellett pedig a tanulási tevékenységek irányítása, az óvodai nevelés biztosítása a gyerekeink számára. Igyekeztünk a kiemelt célok mellett az egyéni fejlettségi szintük, a gyerekek egyéni fejlettségi szintjének megfelelően fejleszteni a képességeket. Fontosnak tartottuk a hátránykompenzálást, az esélyegyenlőséget, ugyanakkor igyekeztünk a tehetséggondozó műhelyek működtetésével a tehetséggondozást is biztosítani. Hozzátette, 3 munkaközösséget működtettek, amelyek a szakmai módszertani munkájuk segítésére alakultak meg. Ilyen volt többek között a megértő, környezettudatos és a PR munkaközösség. Folyamatosan próbálták beépíteni a jeles napokat, ünnepeket és különféle eseményeket a munkatervükbe. Az óvodában a munkánkat a gyermekvédelmi felelősök munkája segítette, valamint a vezetőtársaim. Emellett igyekeztünk belső hospitálásokkal szintén a szakmai munkánkat erősíteni, valamint az ellenőrzéseket beépíteni a dolgozók mindennapi tevékenységébe. A munkánkat külső szakemberek is segítették, ilyenek voltak a logopédusok, a fejlesztőpedagógusok, a pszichológusok. Emellett az elmúlt nevelési évben főállásba tudtunk foglalkoztatni gyógypedagógust, ami nagyon nagy segítség volt, illetve aki nagyon nagy segítség volt az esenés gyerekek fejlesztése érdekében. Az intézményvezető kiemelt rejtett szót arról, hogy számos pályázatba kapcsolódtak be. Ilyen volt a zöld, illetve az állatbarát óvoda program is. A városi rendezvényekből is kivették a részüket a pedagógusok, így a gyereknapon, a hagymafesztiválon, a közösségi napon és a fürdő megnyitóján is részt vettek kézműves foglalkozások keretében.